Ünnepi rendezvények március 15-e előestéjén. 1848-49 hőseire emlékeztek Rákos Ligeten és Rákos Csabán. Koszorúzással egybekötött ünnepi műsor tartott Rákosmente önkormányzata. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Március 14-én, nemzeti ünnepünk előestéjén, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei elől tisztelektek, a hősök terén található országzászlónál megjelentek, a Rákos Ligeti Polgári Kör szervezésében megtartott esemény keretében. A helyszínen ünnepi beszédet dr. Zicsi Mihály, a Rákos Ligeti Polgári Kör tagja mondott, majd a Gregor József általános iskola 4. Z-osztályos diákjai adtak elő egy alkalomhoz illő zenés verses műsort. A megemlékezés a hagyományokhoz híven koszorúzással zárult. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett megemlékezés a hősök terén található országzászlónál március 14-én. A helyszínen dr. Zicsi Mihály, az esemény megszervező Rákos Ligeti Polgári Kör egyik tagja mondott beszédet, amelyben a forradalmi eseményeket felidézve kiemelte, a magyar nép és annak vezetői 1848-ban megmutatták, hogy kellő erővel és összefogással véget tudnak vetni egy idejét múlt és már nem kívánt rendszernek. A forradalom viszonylag kevés erőszakkal ment végbe, mint egy tükröt tartva a franciák elé. Figyeljetek, így is lehet. Úgy, mint 56-ban. Erre büszkék lehetünk. 1867-ben volt egy rendszerváltás, mármint valódi. 5. Ferdinánd meg is kérdezte Ferenc Józseftől, miért harcolt a magyarok ellen, ha most mindent megad nekik, amiért akkor harcoltak. Tudjuk, nem úgy mindent, ahogy 48-ban célul tűzték ki, hanem úgy, ahogy a realitásokon belül a lehető legjobb volt. Dr. Zicsi Mihály hozzátette, hogy a nemzet 176 évvel ezelőtt bebizonyította bölcsességét és erejét, amely cselekedett a mai élő emberek számára is fontos jelentéstartalmat hordoz. Tegyük fel a kérdést, és mindenki magában válaszoljon rá, hogy ma hol tartunk egy erős és polgári Magyarország építésében. Mit gondol ez a társadalom magáról, saját helyzetéről, jövőjéről? Az ünnep kiváló alkalom, nem csak arra, hogy az összetartozásunkat átéljük, amire oly kevés, szomorúan kevés alkalom van manapság, hanem arra is alkalom, hogy gondolkodjunk a párhuzamokon, saját jövőnkön, az ország, a nemzet jövőjén. A forradalom és szabadságharc emlékünnepe kiváló alkalom erre a gondolkodásra. A múlt megértése a jelenben a jövőt szolgálja. A hagyományokhoz híven ezúttal is a Gregor József általános iskola tanulói adtak ünnepi műsort. A tanintézmény 4. Z-osztályos diákjai verses zenés összeállítással készültek a jeles alkalomra. Felkészítő tanáruk Kis Andrea volt. Viseltek a világ szégyenét, emelkedj magasba, kis haza. A rendezvény koszorúzással folytatódott, melynek keretében a Hősök terei emlékműnél a Rákos Ligeti Polgári Kör nevében Rózságyi Péter kerületrészi önkormányzati képviselő, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének 17. kerületi szervezetének elnöke Zsámbokréti Zénó és házastársa Bán Judit rótták le kegyeletüket. Rákosmente önkormányzatának képviseletében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Rákosmenti szervezetének részéről Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester, a KDNP nevében Szabó Tiborné és dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselők, a 264. számú Hunyadi János cserkészcsapat tagjai, továbbá a városrész közés kulturális intézményeinek,
a helyi civil szervezeteknek, illetve a 17. kerület lakosságának megjelent tagjai helyezték el a tisztelet és hála virágait. A Rákoslégeti megemlékezés a szózat közös eléneklésével zárult. A nemzeti ünnepünk előestén tartott megemlékezések Rákos Csabán a Kossuth szobornál folytatódtak. A Rákos Csabai polgári kör által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának tiszteletére szervezett rendezvény keretében Halász Dezső, Rákos Csaba újtelep önkormányzati képviselője mondott beszédet, majd az Rínyi Miklós általános iskola diákjai adták elő ünnepi műsorukat. Az eseményen a megjelentek a helyszínen, a tisztelet és hála virágait, koszorúit is elhelyezték. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét a Rákos Csabai polgári kör szervezésében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának tiszteletére tartott megemlékezés a Kossuth szobornál. Az ünnepségen Halász Dezső, Rákos Csaba újtelep önkormányzati képviselője mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezések mindig is magukban hordoztak egy sajátos, szimbolikus jelentéstartalmat, melynek hozományait máig nagy tisztelet és megbecsülés övezi. A szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. A korszónak köszönhetjük himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színének hivatalossá válását, ahogy azt is, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. És ma, amikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak emléke nagyon fontos tanulságokkal szolgál számunkra. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás, a hit megtartó eleje, egymásnak megbecsülése. Halász Dezső rávilágított, 1848-49 Magyarország újkori történetének egyik legmeghatározóbb időszaka, a modernkori identitás egyik alapköve, amely egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására és a nemzeti önrendelkezés megteremtésére. Hozzátette, fontos dolgokat tanulhatunk a szabadságharc hőseitől. A forradalmi ifjak ugyanis elérték azt, hogy ma méltó és egyenrangú félként állhatunk az európai országok mellett. Elődeink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, melyek érdekében össze kell fogni. Példát mutattak nekünk, hogyan kell nemzetünk, lakóhelyünk, családunk javáért, jövőjéért küzdenünk. Ahogy Széchenyi István a legnagyobb magyar mondta, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ebben a közös munkában vezessen bennünket az 1848-49-es szabadságharc szelleme és példája, és legyünk hűek a forradalom hőseihez és üzenetéhez. Legyen béke, szabadság, egyetértés. Ezt kívánom önöknek, hazánknak, a világnak. A folytatásban a Rákos Csabai polgári kör képviseletében Nyerges Gyulán és Papp Péter, Rákos Mente önkormányzatának részéről Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének nevében pedig Dunai Mónika országgyűlési képviselő, dr. Bakos András alpolgármester és Virág Mihály önkormányzati képviselő koszorúzott. A Keresztény Demokrata Néppárt küldötteként Szabó Tiborné, Halász Dezső és dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselők, az Itthon Rákos Mentén Egyesület képviseletében Kovács István és Németh Lajosné, a Rákos Csabaért Egyesület részéről Lambert Krisztina és Pásztor Ádám, továbbá a Magyar Cserkész Szövetség 140-es számú Pro Patria Cserkész csapata, a kerületrész civil szervezeteinek, egyesületeinek, közös kulturális intézményeinek képviselői, illetve a megjelent polgárok helyezték el a szobor talapzatánál a tisztelet és hála virágait. A helyszínen tartott rendezvény ezt követően
a szózat közös eléneklésével zárult. A megjelentek ezt követően átvonultak a Rákos Csabai Közösségi Házba, ahol a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói adtak műsort, felkészítő pedagógusok Fenyves Vasadi Zsanett volt. Ez lesz életünknek harca, jövünk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havasz, és nem lesz késő. A szervezők ezt követően egy állófogadásra invitálták a résztvevőket. Horváth Tamás polgármester pohárköszöntőjében kiemelte, hogy a forradalmi ifjak nem tudták, hogy mi lesz a sorsuk, mi vár rájuk. Egy valami hajtotta őket, az pedig a szabadságvágy volt, példát mutatva, hogy miként kell küzdeni a hazáért. Én úgy gondolom, és minden alkalommal, amikor az ünnepséget üljük, eszünkbe kell, hogy jusson, hogy ők nem számoltak, hogy mi lesz, hanem tették a dolgukat. Tették a hazáért, a nemzetért, hogy egy szabad, független országban tudjanak élni. És ez egy elévülhetetlen dicsőség a részükről, és tényleg példát mutattak nekünk abban, hogy hogy kell küzdeni, harcolni a hazáért. Hogy soha nem feledhetjük el őket, és ezekkel az ünnepségekkel mindig emlékezzünk rájuk. Az ünnepség közös kocintással és kötetlen beszélgetéssel zárult. Rákosmentő önkormányzata március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést, amely idén is Rákoskeresztúron az 513. utcai Honvéd síroknál vette kezdetét. A helyszínen Horváth Tamás polgármester mondott beszédet, majd a megjelentek az emlékműnél elhelyezték a kegyelet és a hála virágait. A koszorúzást követően az ünnepség a Vigyázó Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol a 2024-es esztendő önkormányzati kitüntetéseinek átadására került sor. A díjazottak tiszteletére ez alkalommal a Fonó Zenekar adott műsort, végül az esemény állófogadással zárult. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulójának tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepség Rákoskeresztúron az 513. utcai Honvéd síroknál. A Rákosmente önkormányzata által szervezett központi megemlékezés keretében Horváth Tamás polgármester beszédében a 12 pont első mondataiban szereplő szavakat a béke, a szabadság és egyetértés hármasát idézte, melyek azokat a pilléreket jelölik, amelyekre egy ország épül, majd gazdagodik és fejlődik. Ma Magyarország megosztott, bár jelentős többsége van a nemzeti eszméknek és értékeknek. És ennek a többségnek, nekünk, március 15-e nem csak egy napot jelöl, hanem valójában az 1848 tavaszán megkezdődött nehéz és küzdelmes, eleinte békés, később háborús hónapokat. Batthyány Lajos miniszterelnökségét, a pákozdi csatát, a trónfosztást, a dicsőséges tavaszi hadjáratot, a világosi fegyverletételt és a 13 aradi vértanút, mert ez a másfél év határozta meg örökre nemzeti alapértékeinket. 1848 hősei tudták, béke nélkül nincs országépítés, szabadság nélkül nincs államépítés, egyetértés nélkül pedig nincs nemzetépítés. Legyen hát béke, szabadság és egyetértés közöttünk. A városvezető továbbá kiemelte, fontos, hogy felismerjük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tanulságait. Úgy vélem, nemzetünk készen kapta 1848 tanulságait. A dicsőséget, a szabadságot, a hazaszeretetet, a kitartást és a bátorságot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevői számára ezek olyan értékek voltak, amelyekért élni érdemes,
meghalni pedig dicsőség. Számukra a himnusz profétikus szavai, a szózat megrendítő gondolatai maga volt a valóság. Ma pedig, manapság a becsületesség, a hit, a nemzetben való gondolkodás és a hazaszeretet sokak számára szinte ismeretlen fogalom. Mindezekkel ellentétben a kétszínűség, a becstelenség és a harácsolás gyakran előforduló tulajdonságok egy ember életében. Fel kell ismernünk, hogy mindazok az értékek és érdemek, amelyeket őseink szóval és fegyverrel elértek, egyre csak romlanak és kifakulnak. Ha ezen nem változtatunk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. Az ünnepi beszédet követően a 17. kerületi önkormányzat nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek koszorúztak, majd a megjelent nemzetiségi önkormányzatok, politikai pártok, intézmények és egyesületek képviselői, illetve a 17. kerületi polgárok helyezték el a tisztelet és hála virágait. A helyszínen az esemény a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Az esemény keretében továbbá a 17. kerület vezetése koszorút helyezett el Mercel János és Bujovszki Gyula emléktábláinál is, majd a rendezvény a Vigyázó Sándor Művelődési Központ színház termében folytatódott az önkormányzat által odaítélt kitüntetések átadásával. A színpadon elsőként Garda Krisztina vízilabdázó vehette át a rákosmentes sportjáért végzett kimagasló tevékenységért járó díjat Horváth Tamás polgármestertől. A sportoló tehetségére már gyermekkorában fény derült, az elmúlt évek során számos európai és világbajnokságon dobogós helyezést ért el csapataival, 2022. augusztusától pedig a magyar női vízilabda válogatott csapatkapitánya, akik a dohai világbajnokságon ezüstérmet szereztek idén februárban. Köszönöm a megtisztelő elismerést Rákosmentev önkormányzatának, Horváth Tamás polgármester úrnak, M. Tóth Katalin képviselőasszonynak, Halász Dezső képviselő úrnak. Szeretnék köszönetet mondani szüleimnek, családomnak és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ilyen eredményeket érjek el. A képviselő testület a Rákosmente közbiztonságáért emlékérmet ebben az esztendőben is két személynek adományozta, köztük Belinszki Klára rendőrszázadosnak, aki 2014 óta tagja a 17. kerületi rendőrkapitányság állományának. 2016-tól a rendészeti osztály járőrszolgálati alosztályán lát el szolgálatot, kiemelt főelőadói beosztásban. Mint fogalmazott, szívügyének tartja, hogy az ifjúságot a biztonságos közlekedésre tanítsa. Aztán mégis úgy hozta az élet, hogy ez lett a fő feladatom, a baleset megelőzés. Szívügyemnek tekintem, remélem, hogy ezt nagyon sokan tudják, főleg azok, akiknek gyermeke jár itt valamelyik oktatási intézménybe. Nagyon nagy visszajelzés számomra, amikor a gyerekek akár egy iskolában, akár egy óvodai foglalkozás során azt mondják nekem, hogy a tőlem korábban hallottak alapján szóltak a szüleiknek, hogy figyeljenek oda. A Budai Tibor grafikus művész által készített díszoklevelet és az Ács József szobrászművész kezemunkáját dicsérő emlékérmet Radnyán László, tűzoltó főtörzsőrmester egyaránt magáinak tudhatja, aki 25 éve teljesít szolgálatot a 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokságon. Egy köszönettel mindenképpen tartozom parancsnokaimnak, akik érdemesnek találtak erre a díjra, az önkormányzat képviselőtestülete és polgármester úr részéről is, akik sok éven keresztül támogatják a tűzoltóságot. A városvezetés 2024-ben az egészséges rákosmentéért díjjal az immár több mint 30 éve a 17. kerületben dolgozó dr. Móra Erzsébet Imola házi gyermekorvos munkáját ismerte el. Akinek igazán köszönöm, azok a betegeim, akik hosszú évtizedek alatt megtiszteltek a bizalmukkal. Ugyanakkor köszönet a munkatársaimnak, az asszisztensnőimnek, a védőnőknek,
a bölcsődei dolgozóknak, mindazoknak, akik nagyon sokat segítenek, hogy egészséges gyerekeket neveljünk. A szociális munkában végzett kimagasló tevékenységéért elismerésben részesül továbbá Fehérné Kugler Andrea vezető gondozó, aki 2011-től a Holtsugár gondozási központban magas színvonalon végzi vezetői feladatait. A szakember beszédében többek között kollégáinak támogatását köszönte meg. Azt gondolom, hogy az ő áldozatos és odaadó munkájuk nélkül én ma nem állnék itt, hiszen egy ember, ahogy szokták mondani, vagy egy fecske nem csinál nyarat, tehát ők mind itt állhatnának most mellettem, mert ez a munka csak úgy valósulhat meg itt a kerületben, hogy ők minden nap végzik a kis munkájukat. Rákosmente kulturális és művészeti életének gazdagításáért a Prokultúra Rákosmente díjat a helyhatóság 2024-ben Ferenci Zsuzsa textiltervező iparművésznek ítélte oda, aki a kerület művészeti életének egyik meghatározó személyisége, és aki több mint 100 egyéni és csoportos kiállításon vett részt itthon és külföldön 1991 óta. Nagyon nagy öröm az, hogy a kerület ennyire támogatja a művészeket, a művészetet, és ez az elmúlt évtizedekben nagyon szépen látszik. Én köszönöm szépen. A pedagógus életműdíjat idén több mint 3 évtizedes példaértékű intézményvezetői munkájának elismeréseként Erdészné Nagy Éva, a Podmanicki János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója kapta. Hálát adok az Úristennek, hogy olyan pályára irányított, amit szeretek, ahol sikeres lehetek. Hogy olyan kollégákat, vezetőtársakat adott nekem, akiknek a munkájára mindig támaszkodhattam, akik segítettek, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. Hálát adok azért, hogy támogató, szerető családom van, akik szintén támogattak végig ebben a hosszú időszakban, az elmúlt 39 éves pedagógus szolgálatban. Rákosmente önkormányzata a Rákoskeresztúrért díjat ebben az esztendőben a keresztúri szlovák asszonykórus részére adományozta. A kórus 27 esztendeje őrzi és adja tovább a 300 éve betelepült tótok kulturális örökségét, a szlovák népdalokat, mondókákat, szokásokat, viseleteket és hagyományokat a soron következő generációnak. Az elismerő oklevelet és emlékplakettet papné Polerecki Rozália vette át a színpadon. Köszönöm az asszonykórus nevében, hogy volt, aki gondolt ránk és felterjesztett erre a díjra minket, és nagyon szépen köszönjük azt már az asszonyok nevébe, hogy a képviselőtestület ehhez hozzájárult, és egyetértésével megkaphattuk ezt a díjat. Nagyon szeretném megköszönni az asszonyoknak, ugye, mert hát az asszonyok nélkül nem jöhetne ez az egész létre, amit mi alkotunk. Nagyon köszönöm a gyűjtéseket, amiket a szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől gyűjtöttek. Később a kitüntetettek részére összeállított ünnepi műsor következett. A megjelentek a Fonó zenekar produkcióját tekinthették meg, amely formáció zenéjének fő profilját a magyarság, valamint a Kárpát-medence egyéb népeinek hangszeres és vokális zenei hagyománya, illetve a hiteles tolmácsolásra törekvő feldolgozások alkotják. Ha még egyszer körüljáratta volna, most a magyar ilyen gyászban nem volna. Az ünnepség folytatásaként Dunai Mónika tartott pohárköszöntőt. Rákosmente országgyűlési képviselője a díjazottak köszöntésén túl a március 15-i jeles dátum szellemiségéhez kapcsolódva hangsúlyozta, ahogyan 1848 hőseinek, úgy a mostani kor magyarjainak is élnie kell a szabadság eszméjének a szívükben. Mi olyan nép vagyunk, akire ez jellemző, hogy mi készek vagyunk a szabadságunkért, a szuverenitásunkért tenni, minden korban, mindentől függetlenül. Nem azért, mert mi egy ilyen szabadságban nevelkedett és élő nép voltunk mindig történelmünk során. Éppen ellenkezőleg, mi olyan nép vagyunk, akik nagyon sokat éltek elnyomásban. Nagyon sokat éltek elnyomó birodalmak uralma alatt. És talán ez a dolog volt az, amely szívünkbe véste mindörökre a szabadság szót,
és a szabadság eszméért. Az ünnepség közös kocintással és kötetlen beszélgetéssel zárult. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Kovács Kriszta főszervező hívta életre a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány kezdeményezésére a Dél-Pesti Regionális Gyaloglóklubok találkozóját a Podmanicki rendezvénykastélyban. Az eseményt annak fő védnöke, Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere nyitotta meg. A helyszínen jelen volt továbbá M. Tóth Katalin, Rákoskeresztúr, Madárdomb, Akadémia Újtelep önkormányzati képviselője, valamint Monsport Zsolt, az alapítvány elnöke. Az országszerte gyalogló idősek klubhálózatba történő szervezése az azóta elhunyt Monsport Saroltának, a nemzet sportolója címmel kitüntetett világbajnok tájfutónak és az idősek tanácsának néhai tagja kezdeményezésére kezdődött el 2017-ben. A Dél-Pesti Regionális Gyaloglóklubok 17. kerületben megtartott találkozóját a rendezvény fővédnöke, Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere nyitotta meg, és mint hangsúlyozta, az önkormányzat fontosnak tartja, hogy támogassa a lakosságot az egészséges életmód fenntartásában, valamint helyet és lehetőséget biztosítson az egészségmegőrző aktivitások gyakorlására. Vajon önkormányzatként mit tehetünk hozzá mindehhez? Nos, például a kokáért, egy kis felsorolásban egy sportcsarnokot, például egy rendezvénycsarnokot, amit nemrég adtunk át, amely bővíti a helyi sportolási és szabadidős lehetőségeket. Mindemellett lehetővé teszi polgáraink számára a kulturális és a közösségi igények kiszolgálását is. Önkormányzatunk mindig nagy hangsúlyt helyezett az egészséges és sportos életmódra, ennek a népszerűsítésére, és ezt jelzik az egyre bővülő kerékpárútjaink, a sokosodó kültéri kondiparkok kerületszerte, a futókörök, az erdei tornapálya kialakítása például a helikopterlakóparkban, vagy, hogy egészen friss eseményt mondjak, a fiataloknak és az idősek számára januártól Mozdulj Rákosmente néven egy kezdeményezést indítottunk el. Monszpart Zsolt, a Monsport Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke elmondta, legfőbb céljuk, hogy az idősebbeket is megmozgassák, hiszen mindenki a saját egészségének a kovácsa. Továbbá kiemelte, hogy minden hónapban két nagy regionális találkozót szerveznek, ahol a klubtagok megismerkedhetnek egymással. Most 400 gyalogló klub működik az országban, de az a célunk, hogy 1000 gyalogló klub legyen, tehát gyakorlatilag minden településen elérhető legyen a gyalogló klub hálózat. M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a 17. kerület város vezetése kiemelt figyelmet fordít a szépkorúak sportolási lehetőségére is, valamint köszönetét fejezte ki a főszervező Kovács Kriszta részére az egészséges életmód népszerűsítéséért kifejtett tevékenységéért. Ez a rendezvény egy prevenció szemléletet is mutat, de én azt gondolom, hogy ha itt vagyunk Rákosmentén, akkor mindenképpen ki kell emelni azt, hogy önkormányzatunk nagyon támogatja a sporteseményeket, és felkarol minden olyan rendezvényt, ami hasonló jellegű, de most mégis egy kicsit más az érzésem, ugyanis most többnyire a szépkorúakkal vagyok itt egyben, és ez nagyon jó dolog, hogy ennek a korosztálynak is lehetőséget adunk. Én szeretném önöket megkérni, hogy Kovács Krisztinát egy nagy tapssal köszöntsük. Választókörzetemben működik a MAKA Szabadidősport Egyesület, és azt gondolom, hogy mindenféle területen igyekszik a Krisztina megadni a szépkorúaknak a sportolási lehetőséget. Nagyon-nagyon fontos a mai esemény a Nordic Walking, a gyaloglás, hiszen nem akarom ecsetelni ennek az érdemeit, mert ezt előttem megtették, de a Krisztina nagyon sok minden területen, előadásokkal, egyéb sporteseményekkel is próbálja a lakosság életvitelét színesíteni.
Az esemény főszervezője, egyben a MAKKA Szabadidősport Egyesület elnöke Kovács Kriszta kitért rá. A kezdeményezésük célja az egészséges életmód kialakítására való törekvés mellett a közösségépítés. Nagyon fontos, hogy találkozzunk egymással, azok, akik a környéken gyalogolunk, bár külön-külön megismerkedjünk, hiszen a gyaloglásnál azon kívül, hogy mozgunk és teszünk az egészségért, nagyon fontos szerepe van a közösségnek is. Vannak picike kis közösségek minden kerületben, a környékünk is elég sok gyaloglóklub működik, de olyan jó ilyenkor együtt találkozni és együtt gyalogolni. A találkozón megjelentek a MAKKA Szabadidősport Egyesület tagjai, a Rákosmenti Cukorbeteg Egyesület, a Rákosmenti Liget Gondozási Központ idős gyaloglói, illetve más kerületekből is érkeztek szép számmal résztvevők. A gyaloglóklubok célcsoportjába az 55 év felettiek tartoznak, azonban a szervezők kortól és nemtől függetlenül mindenkit várnak, akik szeretnének rendszeresen együtt sétálni tagjaikkal. A napokban ünnepelte 90. születésnapját Csekovszky Árpádné, a Csekovszky Árpád Művészeti Alapítvány elnöke, a méhai keramikus művész Csekovszky Árpád özvegye. A jeles nap alkalmából Edit nénit szerető családja és barátai mellett a városvezetés és a Csekovszky Árpád Művelődési Ház munkatársai látogatták meg otthonában. Az eseményen Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András alpolgármester, valamint Rózsahegyi Péter, Rákosliget önkormányzati képviselője is ajándékokkal köszöntötte az ünnepeltet. Nagyon szépen köszönöm! 90. születésnapja alkalmából ajándékokkal köszöntötte Csekovszky Árpádnét Horváth Tamás polgármester, Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője, dr. Bakos András alpolgármester, valamint Rózsahegyi Péter Rákosliget önkormányzati képviselője. Edit néni gyermekei és unokái társaságában fogadta a vendégeket, majd nem sokkal később virágokkal a kezükben megérkeztek az ünnepelt barátai, ismerősei, illetve a Csekovszky Árpád Művelődési Ház munkatársai is, akik egy dal közös eléneklésével lették meg a szépkorú hölgyet. Amennyi fűszál van a tarka mezőben, annyi áldás szájon, A néhai keramikus művész Csekovszky Árpád özvegyét Edit nénit sokan férje munkássága által ismerték meg, azonban amint azt az ünnepelt elárulta, anyai nagyapja 1899. szeptemberében, Rákosliget születésnapján az első között volt, aki átvehette lakásának kulcsait a kerületrészben, ahol a család azóta is él. Edit néni az elemi iskolát a Hősök terén lévő általános iskolában végezte, majd egy budai református gimnáziumban érett. Unokatestvérei révén 15 éves korában ismerkedett meg Csekovszky Árpáddal, akivel 1956. december 1-én házasodtak össze, majd egy lányuk, egy fiúk és három unokájuk született. Az ünnepet továbbá elárulta, mivel tölti szabad idejét, akkor, amikor éppen nem a kiállítóház vagy a Csekovszky Árpád Művészeti Alapítvány ügyeivel foglalkozik. Szabad idejémben vagy lengyelekhez járok, vagy a templomba, a nőszövetség, vagy netán olvasni hozzájárulok, vagy hát szervezem a dolgokat. Meg azelőtt kijártam Svédországba mindig hosszabb időre, de hát most ez a Covid, ez fölborított mindent, úgyhogy meg most már nem tudom, tavaly voltam kint, de a fiamékkal. Csekovszky Árpádné mindemellett elárulta, véleménye szerint a hosszú élet a genetikai adottságokon túl úgy érhető el, hogy az embernek mindig találnia kell valami elfoglaltságot. A genetika is benne van, meg hogy a tornát tényleg, hogy nem hagytam abba, soha mindig igyekeztem, meg ez, hogy szóval mindig van elfoglaltságom. Mindig mondom, hogy a férjemnek köszönhetem, az Árpádnak. Mondom, jó, gondoskodott arról, hogy én nekem legyen munkám, azután is, hogy ő elment, de nagyon hiányzik, szóval borzat, ugye, mert állandóan a hangját hallom, vele foglalkozok, úgyhogy álmodok is vele, meg szóval, és én nekem ez nem teher. Szóval a szeretet, vagy az a régi szerelem, mert szóval nem tudom, mi olyan régi módiak voltunk, úgyhogy vagy te, vagy senki. A születésnapi köszöntés a torta felvágásával és egy jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott.
kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Nagyon a Rákosmente televízió krónikáját látták, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!